akadálykerülés és egyensúly gyakorlatok. Motorosoknak szervez tréninget a Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A rendezvényen a vezetéstechnikai ismereteket elméletben és gyakorlatban is felfrissíthetik a motorkerékpárral közlekedők. Évek óta bevett programunk az, hogy a érdeklődőket, a regisztrált személyeket egy közlekedési kresztesztel várjuk, hiszen elsőként nekik kell felkészülni sajnos szükség szokott arra is lenni, hogy ezt a keresztesztet együtt átbeszéljük, bizonyos pontokat világossá tegyünk, és hát megpróbáljuk ezt a keresztesztet úgy kialakítani, úgy összehozni, hogy életszerű legyen. Tehát nem olyan kérdéseket teszünk fel, ami elméleti, hanem inkább ami gyakorlati kérdés. Ha ezt sikeresen abszolválták a résztvevők, akkor motorra és a rendőrmotoros kollégáink segítségével az ő felkészítő programjuk elemeit felhasználva, elkezdik a pálya begyakorlását, először kis sebességgel, majd egyre nagyobb sebességgel, és hát érdekes dolog, hogy amit az első körben bújjákat mondjuk 20 km per órával tudtak megoldani, azt a végén már akár 40-50 km per órával is meg tudják oldani, tehát szükséges az, hogy érezzék a motort, tudják a technikáját, tudják például a fékezési technikákat, első-hátsó fék elosztása, használata, tehát nagyon sok olyan apróság van, amit a kollégák nagyon szívesen elmondanak a többi motoros biztonsági érdekében a Motoroz velünk című kampányt negyedik alkalommal szervezi meg a vármegyei rendőrség. Nyilvánvalóan egy motoros közlekedés fokozott veszélyeket rejt magában, hiszen ők a védtelen közlekedők körébe tartoznak. Nagyon kevés olyan eszköz van, ami őket védi, viszont azok közül van, ami kötelező. Ezt is ellenőrizni fogjuk egyébként, és hát természetesen minden közlekedő biztonságát fontosnak tartjuk. Most például ezen a két keréken közlekedőkre fókuszálunk, de hát természetesen egyéb programjainkban a gyalogosokra, a gépjárművezetőkre, tehát mindenkire célzottan megpróbálunk valamiféle figyelmet fordítani. A motoroz velünk tréningre. Április 11-éig a balesetmegelőzés kukac szabolcs.polisz.hu e-mail címen lehet jelentkezni. Az eseményt április 13-án a Nyírpláza parkolójában rendezik meg. A részvétel ingyenes, de a rendezvényen csak az első 60 regisztrált teheti próbára tudását.